Két rétegű PDF készítése, szerkesztéssel és karakterfelismeréssel. A PTE Egyetemi Könyvtár és Tudás Központ digitália elnevezésű elektronikus univerzuma jelenleg már több mint ezer dokumentummal, több mint fél millió lapoldallal szolgálja ki a kutatókat, oktatókat, hallgatókat és az érdeklődő felhasználókat. Tudnunk kell azonban, hogy ezek a dokumentumok nem maguktól állnak elő a rendszerben, minden a felületre feltett folyóiratszám vagy könyv mögött emberek, könyvtárosok, esetleg önkéntesek munkája található. A szkennelés monoton feladata, a szkennelt képoldalak méretezése, tisztítása, egyenesítése, vágása mellett célunk a kereshető szöveg kinyerése is. Maga a felület programfejlesztése is folyamatosan halad, köszönhetően programozó informatikus kollégánknak. Ha minden zöggenőmentesen működik, akkor az a felhasználóknak általában természetes dolog. Viszont nem minden felhasználó van tisztában azzal, hogy hogyan is zajlik egy digitalizálási folyamat, mi is történik, amíg a papírból elektronikusan olvasható dokumentum születik. Blogbejegyzésünkben nekik szeretnénk bemutatni a szkennelést követő folyamatot. Ebben a rövid videóban azt mutatjuk be, hogy az Ebbi Fine Reader 12 program segítségével hogyan tudjuk a dupla oldalas szkennelt könyvoldalakat szétvágni, kiegyenesíteni, azonos méretre hozni, karakterfelismertetni, majd két rétegű kereshető PDF-be menteni. A videóban nem célunk a program használatának teljes körű bemutatása. Azért sem térünk ki erre, hiszen a gyártó folyamatosan fejleszti szoftverét, ami jelenleg már a 15-ös verziónál tart. Nekünk hivatalosan csak a 12-es verzió van a gépünkön, ezért ezzel készítettük el ezt a videót. Alapvető tájékoztatási célunknak viszont ez is tökéletesen megfelel. Elsőként nyissuk meg az átalakítandó képoldalakat, tallózzuk be a programmal. A képoldalak láttán sejthető, hogy a dupla oldalas szkennelés vagy egy asztali lapszkennerrel, vagy egy szkennelési funkcióval ellátott fénymásolóval történt. A szkennelési munka elkezdéséhez lépjünk a szerkesztő felületre a képszerkesztés nevű linkre való kattintással. Ekkor megjelenik egy baloldali függőleges funkciósor a képernyőnkön. Látható, hogy sok szerkesztési funkció áll rendelkezésre a programban. Nekünk viszont a mostani munkánkhoz csak a kiegyenesítés, a felosztás, a körülvágás, a fényerő és kontraszt, a színek és esetleg a radír funkcióra lesz szükségünk. Elsőként a felosztással célszerű kezdeni az érdemi munkát. Válasszuk ki ezt a funkciót. Jelöljük ki egerünkkel és a kék színű vonallal, hogy hol szeretnénk a szkennelt képoldalt kettévágni. A program be is sor számozza a képoldalon számunkra, hogy a felosztás után melyik lesz az egyik képoldal, és melyik lesz a másik képoldal. Ha a kijelölésnél beállítottuk, hogy a végrehajtás csak a jelenlegi képoldalra legyen érvényes, akkor kattintsunk a soronkénti felosztás nyomógombra. Ekkor a szerkesztési parancs végrehajtódik, és az eredetileg beolvasott két képoldal helyett már is látható, hogy egy újabb is keletkezett. Ismételjük meg a felosztást a következő dupla oldalas képoldalon is. Ha végeztünk az összes dupla oldalas képoldal felosztásával, akkor az eredetileg megnyitott oldalak duplája található már a jobb oldali függőleges sávban ezzel be is fejeztük a képoldalak szétvágását. Most már minden képoldal különálló oldalként jelenik meg a szerkesztőben. A jobb oldali sávban valamelyik képoldalra a jobb egérgombbal való klikkeléskor megjelenik egy újabb box, amiben további lehetőségek is rendelkezésre állnak. Itt többek között elforgathatjuk az adott képoldalt, törölhetjük azt, vagy átrendezhetjük, azaz a képoldal számát megváltoztatva, a dokumentumban elmozgathatjuk, kicserélhetjük az adott képoldal sorrendjét. A dupla oldalas szkennelésnél, főleg ha a szkennelő üveglapra nem megfelelően nyomták rá a könyvoldalakat, gyakran előfordul, hogy ferdék lesznek az egyes képoldalak. Ezeket mindig a képoldalak felosztása után tudjuk kiegyenesíteni a kiegyenesítés funkcióval. Példánkban az összes oldalt szeretnénk automatikusan kiegyenesíteni, ezért a kijelölési tartományt állítsuk át a jelenlegi oldalról a minden oldalra, így minden oldalra egyetlen gomnyomással ráküldhetjük a kiegyenesítési parancsot. Amikor végzett a program a kiegyenesítéssel, látható, hogy a képoldalon a program a könyvoldal betűsorait vette alapul, és a betűsorok kiegyenesedtek. A képoldal azonban a kiegyenesítés során természetesen elfordult, ezért a képoldal szélein egy szürke sáv jelent meg. Ennek a szürke sávnak az eltüntetésére két lehetőségünk van. Az első esetben a radír funkcióval próbálkozhatunk. Ekkor az egerünkkel jelöljük ki azt a területet, amit szeretnénk színkorrekcióval átfesteni. Ez esetben a program megpróbálja a kijelölt részen a képoldalon található színnel kitölteni a szürke zónát. Ez általában nem hoz tökéletes eredményt. A másik hatékonyabb lehetőség a képoldal körülvágása. Ezzel nem csak a kiegyenesítésből adódó szürke zónát tudjuk eltávolítani, hanem magának a képoldalnak a méretét is tudjuk csökkenteni, ráadásul az azonos pixelméretű keretek segítségével a teljes dokumentum összes képoldalát azonos méretűre tudjuk hozni. A hasznos képoldal méretének csökkentése a végeredmény szempontjából is fontos, ugyanis a szükségtelenül nagy margók levágásával a végső PDF mérete is csökken, ráadásul a képoldalak azonos mérete okán a PDF olvasásakor. Lapozásakor a képoldalak nem fognak ugrálni, csúszkálni az olvasó szem előtt, ami az olvasás komfort érzetét is növeli. A szkenneléskor valószínűleg a könyvlapjai nem érintkeztek elég nagy nyomással az üvegfelülettel, ezért sötét foltok keletkeztek a képoldalon, de az is elképzelhető, hogy maga a papír volt eredetileg elszíneződve. Ezen is korrigálhatunk némileg, hogy a későbbi olvasást segítsük ezzel. Erre igénybe vehetjük a fényerő és kontraszt funkció csúszkáit, ahol ízlésünknek megfelelően állíthatjuk a paramétereket. Érdemes próbálkoznunk a beállítások kombinálásával. Jó segítséget jelenthet a szintek funkció is, amivel általában a homályosabb részleteket tudjuk felerősíteni. A túlzott használata viszont kerülendő, mert a papírlapon a betűk erős beégéséhez pixelesedéséhez is vezethet, ami később az olvasást nagyon megnehezíti, fárasztja a szemet. Amikor végeztünk a képoldalak megszerkesztésével, akkor az utolsó előtti lépés az optikai szövegfelismerés, más néven az OCR-ezés. Ez teszi lehetővé a képek, a szkennelt vagy digitálisan fotózott dokumentumok és a PDF-fájlok szerkeszthető, és szövegesen kereshető formába átalakítását. Az így kapott dokumentum szerkeszthető, kivágható, kereshető és archiválható a későbbiekben. Ehhez válasszuk ki a felismertetendő szöveg nyelvét, ami a példánkban egy magyar nyelvű szöveget jelent. Ezután nyomjuk meg el az értelmezés nyomógombot. Ekkor lefut a képoldalakon a felismertetési parancs, majd az eredmény hamarosan meg is jelenik a baloldali sávban. Nagy tömegű során általában nincs arra erőforrás, hogy a szövegben elvétett hibákat kézzel javítsuk, de ha van erre energiánk, akkor érdemes a javítást elvégezni, hiszen a szöveg tisztításával a későbbiekben a dokumentumban való szavak keresése sokkal pontosabbá válik. A felismert szöveget összehasonlítva a képoldalon található szöveggel, láthatjuk, hogy a program a bizonytalan, de jó felismeréseket is hibásnak jelöli. Ha ezeket figyelembe vesszük, akkor egy modern kiadású, szépen, gondosan szkennelt képoldalon a hibák száma szinte elenyésző. Ráadásul a fejlesztők minden további programkiadásnál már egyre jobb paraméterekkel rendelkező szoftvert adnak a kezünkbe, ez is oka annak, hogy a legtöbb szkennelő műhelyben eltekintenek a felismert szöveg kézjavításától. A legutolsó, de fontos lépés a dokumentum mentése. A mentés nyomógomb megnyomása után a legördülő menüben több mentési formátumot is beállíthatunk. A TXT kiválasztásakor végeredményként magát a szöveget tudjuk menteni. Erre akkor lehet szükség, ha a dokumentumból csak a szövegre van szükségünk, amit később szövegszerkesztőben tudunk tovább szerkeszteni, vagy e formátumot szeretnénk a szövegből készíteni. Az online térben az egyik leggyakoribb formátum a kétrétegű PDF. Ez azért kedvelt formátum, mert az ilyen dokumentumok az eredeti kiadvány tördelési és képillusztrációs formáját is hűen visszaadják, ráadásul a dokumentum szövege kereshető. A munkánk mentésekor beállíthatjuk, hogy a lementendő dokumentum egy PDF-be mentődjön, vagy oldalankinti PDF-be. A dokumentum egybetartása miatt célszerű az egyetlen fájl létrehozása az összes oldalhoz opciót kiválasztanunk. A végeredmény optimalizálásához szükségünk lehet a formázási beállításokra is. Itt tudjuk finomhangolni a lementésre kerülő PDF-formáját. A két rétegű PDF-hez a mentési módnál a szöveg az oldalkép alatt opciót válasszuk ki. Amennyiben kisebb fájméretet szeretnénk kapni végeredményül, akkor használhatjuk a képtömörítés funkciót is. Ekkor a program a mentéskor megpróbálja a képoldalakat tömöríteni. Ez jelentős méretcsökkenéshez vezet, de ne felejtsük el, hogy a méretcsökkenés csak úgy érhető el, hogy romlik a minőség is, ezért fontos az olvasó fejével, szemével gondolkoznunk, hiszen nem biztos, hogy érdemes a méretcsökkentést választanunk az olvashatóság rovására. Videónk lezárásaként nézzük meg a kapott végeredményt. A lementett pdf-fájt nyissuk meg egy pdf-olvasóval. Ha végigpörgetjük az oldalakat, akkor láthatjuk, hogy a képoldalak azonos méretűek. Ha a margókat eléggé szűkre szabtuk, akkor nem csak asztali számítógépen, hanem tableten is olvasható minőséget kaptunk. A két rétegűség miatt, ha az egérrel a szövegbe kattintunk, akkor azt szabadon kijelölhetjük, másolhatjuk. A szövegben tetszőleges karaktersorra, szavakra is sikeresen rákereshetünk. Példánkban az Olaszország szóra rákeresve, a PDF olvasó program azonnal jelzi is, hogy a teljes dokumentumban ez a keresett kifejezés háromszor szerepel. Reméljük, hogy ez a videónk azoknak a felhasználóknak bizonyult hasznosnak, akik napi szinten használnak, olvasnak kétrétegű PDF fájlokat, elektronikus kiadványokat, de eddig mélyebben nem ismerték azok előállítási folyamatát.